Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát látják. Tartsanak velünk! A kunok nemesi kiváltsághoz hasonló kollektív jogokat kaptak. Filmbemutató a Közösségek házában. Karácsony Sándor Kunok hazája című filmjét tekintetik meg április 13-án 17:30-tól. A vetítés után Kun ételkóstoló és kiállítás várja az érdeklődőket. Kunok hazája április 13-án 17:30-tól a Közösségek házában. Ott és ivott, másnap ne üljön autóba. Nyilatkozott a körforgalomnál fának hajtó fiatalember, úgy véli esetéből mások is tanulhatnak. Életkezdési és iskolakezdési támogatásra nyílt lehetőség Halason, ezzel is ösztönözni szeretnék a gyermekvállalást. Várják a leendő elsősöket, a járás minden általános iskolájában egy időben lesz a beiratkozás. Kedvezőtlen tapasztalatok a szervizekben, sok az elhanyagolt autó. Jó estét kívánok, a Halas Televízió keddi hír összefoglalóját látják. Ha valaki éjszaka bulizott, ivott, másnap ne üljön autóba, mert egy másodpercnyi figyelmetlenség is bajt okozhat. Ezt javasolja az autósoknak az a halasi fiatalember, aki március 24-én egy fának hajtott az átlós úton. Tóth Sándor azt mondja, nem driftelt a körforgalomban, sérülései sem lettek olyan súlyosak, mint amiről a városban beszéltek. A fiatalember úgy gondolja, esete mindenki számára intő példa lehet. Március 24-én délelőtt 11 órakor súlyos közlekedési baleset történt itt az úgynevezett Tescos körforgalomnál. Annyit lehet tudni, hogy egy Volkswagen Ventót hajtó fiatalember behajtott a körforgalomba a Tesco irányából, majd itt jött ki az átlós útra. Ekkor neki ment az út jobb oldalán található fának. Olyan súlyos állapotban találták a mentősök a férfit a gépjárműben, hogy azonnal helikopteres mentést kértek. A rendőrségi vizsgálatról jelenleg a következőket lehet tudni. Egy személygépjármű a Fehérföld úton lévő körforgalom átlós út felé vezető kijáratánál, az útpatka mellett egyik fának csapódott. Az autóban hárman foglaltak helyet, akik közül ketten könnyebb, egy fő pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A járművezetővel szemben fölmerült az ittasság gyanúja, amit a szakértői vizsgálat is megerősített. Az esetet a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya vizsgálja. Az esetet követően sok pletyka szólt arról, hogy a sofőr részegen vezetett, súlyos, életveszélyes állapotban van. Az autót Tóth Sándor vezette. A fiatalember elmondta, kettesben hajtott a körforgalomban. Akkor tette harmadikba a barátja Volkswagen Ventóját, amikor egy másodpercnyi figyelmetlenség miatt jobbra húzta a kormányt. Tóth Sándor előző este ünnepelte születésnapját. Azt mondja, ez lehet az alapja a részegségéről szóló szóbeszédeknek. Hajnali 2-ig piáltunk, de ez a normális keretek között nem az, hogy 4 kézláb kell közlekedni, csak a hangulat kedvéért ittunk. Hajnali 2-kor ezt befejeztük, és olyan 4-5 óráig még utána táncoltunk, akkor már nem ittunk. Olyan 5 óra felé szerintem már hazaérkeztünk, pihentünk egyet, utána reggel még beszélgettünk az ismerősökkel, és akkor úgy döntöttük, hogy kijövünk, meg reggelizünk, ilyen dél környékén, megebédelünk, meg reggelizünk. És akkor beütünk az autóba, és szépen nyugodt tempóval kijöttünk, és akkor eljöttünk kajálni. Nekem volt 8-10 órám arra, hogy regenerálódjak. Ha valamennyit biztos, hogy fognak találni a véremben, azt ugye 24 órán keresztül ki tudják mutatni. Lehet, hogy ez is segítette abba, hogy ez az egy másodperces tompulás besegített a balesetbe. Úgyhogy igazából én nem éreztem azt, hogy részegen ülnék be a kocsival, nagyon sokan ugyanígy csinálják, mint én. Este buliznak, másnap 11 dél felé kimennek a családhoz, vagy elviszik haza a barátnőket, ugyanúgy bejönnek a kocsiba, ugyanúgy járhatnak, mint én. A fiatalember úgy gondolja, 24-én újjászületett. Szerencsére 3 nap múlva elhagyhatta a kórházat is. A történtekről úgy gondolja, intő lehet minden sofőr számára, hiszen elég egy kis figyelmetlenség és bekövetkezik a tragédia. Eddig én is úgy voltam, hogy velem se történhet baleset, meg hogy én is érzem azt, hogy mikor vagyok részeg, mikor lehet kocsiba ülni. Most ezt a tényt szerintem sikerült nekem is megcáfolni, és nagyon sokan vannak, akik ugyanígy vélekednek, és őnekik szeretném azt mondani, hogy ez rohadtul nincs így,
és bármikor ugyanebbe a problémába beleeshetnek. Lehet, hogy nem elég a 8-10 óra pihenni, és egy napot próbáljanak meg kihagyni a vezetésből, mert nem fogják érezni azt, hogy kicsikét tompult a reakcióidő, és beleesnek ugyanabba a hibába, és lehet, hogy még súlyosabb lesz, mint ami nekem volt. És most egy egészen más téma. Életkezdési támogatást kaphatnak a Halason élő újszülöttek, és iskolakezdési támogatást a tanulmányaikat halasi iskolákban megkezdő elsősök. A részleteket rendeletbe építette be a képviselőtestület, ami elérhető a város internetes oldalán. A csomagok hasznos ajándékokat tartalmaznak, és a szülőknek kell beadni a kérelmeket. A napsütés sétára csalogat. Halas központjában gyakran látni babakocsit tologató szülőket. Kiskolás önkormányzata többféle módon is próbálja ösztönözni a gyermekvállalást. Pár nappal ezelőtt a képviselőtestület ülésen már rendeletbe is bekerült a két legújabb családokat érintő segítség. Az újszülöttek életkezdési, az első osztályba induló gyerekek iskolakezdési csomagot kapnak csupa hasznos ajándékkal. Február folyamán kerestük meg polgármester urat a Fidelitas kiskolási szervezete kezdeményezésére, és arra kértük, hogy támogassa azt a javaslatot, hogy a kiskolási újszülöttek, illetve az elsősök kapjanak valamiféle családtámogatási lehetőséget. A költségvetésbe ezt polgármester úr már be is iktatta, így már februártól megvan erre a keretösszeg, és a legutóbbi testületülésen pedig rendeletmódosítással sikerült a rendeletbe belefoglalni ezt a két új családtámogatási rendszert itt Kiskunhalason, amely kiegészíti az eddigi lehetőséget, amely akár lehet a helyi csoknak a támogatása, vagy a Burza Hungarika, vagy pedig egyéb különböző ösztöndíj lehetőségek és támogatások. Az újszülötteknek már jár az életkezdési csomag. Az iskolába indulók majd a tanévkezdésre kapják meg az ajándékot. A szülőknek egy nyilatkozatot kell kitölteni hozzá. Az életkezdési támogatás azon kiskunhalasi családokba születő kisgyermekeknek jár, akik 2019. január 1-én vagy azt követően születtek, és ennek az ügyintézése úgy zajlik, hogy az egyébként is folyamatban kerülő ügyintézések során kell egy adatlapot kitölteni, egy kérelmező adatlapot, és egy közel 15 000 forintos alapvetően egészségügyi termékeket és tárgyi eszközöket tartalmazó csomagot fognak kapni a kisgyermekek. A másik családtámogatási rendszer, amely itt újként elindul Kiskunhalason, az pedig a kiselsősöknek a támogatása. Egy 2500 forint értékű tanszercsomagot fognak kapni mindazok, akik kiskunhalasi oktatási intézményben az első évfolyamot megkezdik ősszel. Augusztus folyamán egyébként is kell különböző ügyintézéseket végrehajtani a családoknak, és ekkor kell egy kérelmező adatlapot kitölteni, és így fog ez a kérelem eljutni a polgármesteri hivatalhoz, és a tanszercsomag pedig az iskolákon keresztül lesz kiosztva a gyerekeknek. A kisgyermekes szülők úgy vélik, jól jön minden segítség, így a városban most bevezetett életkezdési és az iskolakezdési ajándék is. Ez egy nagyon jó lehetőség, és örülünk, ha ilyen kedvezmények és juttatásokat oszt az önkormányzat. Ez mindig jó, hogyha valamit ad a város. A jövőben ezt remélem megtartják, és újabb és újabb akciótervekkel fognak bővíteni ezt, és ebben reménykedünk. A Kamarás családban már 4 gyermeket nevelnek, és azt mondják, sok örömet okoz a nagy család, így másokat is arra biztatnak, bátran vállaljanak több gyermeket. Ők a két kicsi, de még van még egy 8 éves és egy 3 éves, így igazán nagy a család, és szerintem a legjobb dolog a világon. Tehát amit el lehet képzelni, ők mind meg, azt megkapjuk tőlük. És mindenkit bátran bíztatok azt, hogy hajrá, és bontakozzanak ki, és ne legyenek félelmek, mert nem biztos, hogy az jó úton halad, hogyha valaki úgy áll hozzá, hanem vállalni kell, és merni, és kilépni a komfortzónából. Az intézmények várják a leendő elsősöket. A Kiskunhalasi Járási Hivatal tájékoztatása szerint a járás összes általános iskolájában, így Halason is egy időben, április 11-én, valamint 12-én 8 és 19 óra között lesznek beiratkozások. A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a 2012. szeptember 1-e és 2013. augusztus 31-e között született iskolai életi gyermekek válnak most tankötelessé. A tankerülethez tartozó iskolák felvételi körzetekkel rendelkeznek,
A körzetükben élő gyermekeket kötelesek felvenni, a többi jelentkezőt akkor tudják fogadni, ha marad még férőhelyük. Az egyházi intézményeknek nincs körzete. A jelentkezésekről további információk kérhetők az iskoláknál, illetve a felhívások elérhetőek az intézmények, illetve a város internetes oldalán is. Már megjelent a felhívás, a város 2 millió forinttal támogatja a civilek rendezvényeit. Kiskunhalasváros önkormányzata pályázatot hirdet a kultúra, a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, valamint a környezetvédelme céljából megrendezendő események, programok, illetve rendezvények támogatására. A felosztható keretösszeg 2 millió forint, amit a város költségvetése biztosít. A felhívásra a 2019. április 1-e és december 31-e közötti időben megvalósuló programokat, eseményeket tartalmazó pályázatokat lehet benyújtani. Április 12-én délig lehet benyújtani a pályázatokat a Városházára, a Köznevelési és Művelődési Irodába. A pályázati nyomtatvány és a részletes tudnivalók a kiskunhalas.hu internetes oldalon érhetőek el. Újabb áramszünetekre lehet számítani Kiskunhalason, az NKM áramszolgálati Kft. Előre tervezett munkálatokat fog végezni, amelyek időtartamában 8 és 16 óra között a villamosenergia szolgáltatás több helyen is szünetelni fog április 5-én, vagyis most pénteken. Az áramszünet érinti például az Alsóüregszőlők, Alsótelep, Felső Kistelekpuszta és Felsőüregszőlők egyes ingatlanjait, de pénteken áramkimaradásra számíthatnak többek között a Friedrich Lajos utcában, a Kopolyai útnál, a Parti szőlőknél, illetve a Rekettye utcában, a Sóstói szőlőkben és a Zöldkert soron. A szolgáltató arra figyelmeztet, hogy a berendezéseiket az áramszünet idején is feszültség alatt állónak kell tekinteni. Egyre több elhanyagolt, rossz állapotban lévő autó kerül szervízbe Kiskunhalason. A szerelők tapasztalata szerint a jármű tulajdonosok jelentős része még az alapvető karbantartási munkálatokat sem végezteti el. Most a tavaszi időjárás beköszöntével sokan szinte azonnal szeretnék lecseréltetni téli gumiabroncsaikat, emiatt azonban egyre nagyobb a várakozási idő a szervizekben. Reggeltől estig folyik a munka ebben a kiskunhalasi gumiszervizben. A tapasztalatok szerint, ahogy megérkezik a tavaszias jó idő, a sofőrök többsége azonnal szeretné lecseréltetni a téli gumiabroncsokat. Benne vagyunk pont a legközepében. Az időjárás most már olyan, hogy már mindenki most már be akar iratkozni, meg föl akarja tetetni a gumikát, tehát most pont a közepében vagyunk. Mindenkit arra kérünk, hogy türelmesek legyenek, mert most már annyira sokan vannak, hogy ugye, aki nem az, hogy elkéstek, csak esetleg kicsit későn ébredtek, azok is most akarnak bejelentkezni, és akkor így ezért van a tömeg. A megkérdezett autósok szerint a téli időjárás elmúlta után nem csak a gumiabroncsok állapotát érdemes megvizsgáltatni. Mindenféleképp ilyenkor a fékeket, belső vagy futóművet. Hogyan tapasztalja az autósok, mennyire figyelnek arra oda, hogy megfelelő gumiabroncsal közlekedjenek? Szerintem most már manapság odafigyelnek. Mit üzenne azoknak, akik mondjuk felelőtlen módon sem az autó állapotára nem figyelnek, sem a gumira? Hát ne közlekedjenek. Ha az autón lévő abroncs már nem megfelelő, mielőbb újat kell venni. Ehhez a szakemberek több hasznos tanácsot is tudnak adni. Az a nagyon fontos, hogy a méretfontosság, hogy amilyen méret kell az autójára ugyanolyan legyen, az alapján pedig, hogy most a tapadás milyen, az a címkebesorolásból adódóan, hogy az a mérvadó. Mindenféleképpen itt a DOT szám, ami a mérvadó, igazából itt az a lényeg, hogy 10 évesnél idősebb abroncs ne legyen, azt mindenféleképpen le kell cserélni, és a 10 éven belül elvileg a gyártástól számítva az használható. Ha innen megnézzük, akkor gyönyörű szépen látszik, hogy szivárog belőle az olaj. Most nyilván így ez a műszaki állapot az nem túl tökéletes. Ez már egy másik halasi autószerviz, ide egyre több olyan autó kerül, amik láthatóan nagyon el vannak hanyagolva. Nem csak a kerékcserekor, hanem akkor a szervizre jönnek be az autók, sajnos akkor is azt látjuk, hogy egyre elhanyagoltabbak az autók. Tehát itt akár beszélhetünk a fékről és a gumiabroncsokról, a kormányműről, futóműről. Mostanában mi úgy vettük észre, hogy az emberek nem szeretnek az autókra költeni. Tény, nem egy olcsó mulatság. Persze az ember szívesen költi máshova a pénzét, de ettől függetlenül azt ne felejtsük el, hogy az autóval ölni is lehet. Tehát azért nem mindegy, hogy meg tudok-e állni az úton, vagy nem.
A gépjárművek megfelelő működéséhez elengedhetetlen a rendszeres karbantartás. Mindenféleképpen javasolt, egy ilyen műszaki átvizsgálásnak szoktuk ezt még hívni, ahol átnézzük ilyenkor a fékeket, a gumiabroncsok állapotát, aztán megnézzük a lengéscsillapítókat, az összes szilentet, ami a futóműben található, a kormányművet, tehát tényleg, hogy biztonságos legyen az autó. Illetve még egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet, az pedig a látni és látszani kampány volt, még annó így hívták, az izzók. És az ablaktörlő lapátok, ugyanis sajnos jellemző az, hogy eljön egy autó, akár szerelőtől, hogy mindent megcsináltak rajta, mindent megjavítottak, és múltkor egy hölgy volt így, hogy több százezer forintot költött az autójára egy másik szerelőnél, és éppen 8 darab izzó nem világított az autón. A hozzáértők azt tanácsolják, a járművek karbantartását mindig szakemberekkel végeztessék el a tulajdonosok. Ismét számítanak a donorokra, mivel a hónap első szerdája lesz holnap, vagyis április 3-án várják a véradókat Halason a Sétáló utcai közösségek házában. Reggel 8 és délután 13 óra között lesz lehetőség véradásra. Az lehet véradó, aki már betöltötte 18. életévét, és a testsúlya eléri az 50 kg-ot. A levett vérből háromféle vérkészítményt állítanak elő, így egy donor akár három ember életét is megmentheti. Tart még a középiskolásoknak meghirdetett véradó verseny is, az az osztály, amelyből a legtöbb véradó regisztrál, díjazásban részesül. Április 5-én pénteken 9 és 12 óra között várják véradásra a Szilády Áron Református Gimnázium 18 éves diákjait, április 11-én pedig a Bibó Gimnáziumban lesz véradás, délután 1 és fél 4 között. A Vöröskereszt arra biztatja a fiatalokat és a térség lakóit, hogy legyenek hősök, és a vérükkel mentsenek életeket. Szerdán reggel jelenik meg a Halasi Tükör idei 14. száma. A lap beszámol arról a döntésről, amely több ezer halasit érint, és arról, hogy kinek jár vissza a csatorna hozzájárulásból 28 ezer forint. A Tükör bemutatja a gyermekrohamkocsi halasi futónagykövetét, dr. Árvai Horváth Lillát, aki kislányával, a 10 hónapos Katával fut együtt. Az újság interjút közöl Mészáros Blanka színésznővel, akit ezer szál fűz városunkhoz, és aki szilárdis diákokkal is találkozott. A legfrissebb számban fényképes összeállítás olvasható a tavaszi Bozsik Fesztiválról. Most pedig egy-egy mondatban összefoglaljuk a nap legfontosabb témáit. Aki bulizott és ivott, másnap ne üljön autóba, nyilatkozott a körforgalomnál fának hajtó fiatalember, úgy véli esetéből mások is tanulhatnak. Életkezdési és iskolakezdési támogatásra nyílt lehetőség Halason, ezzel is ösztönözni szeretnék a gyermekvállalást. Várják a leendő elsősöket, a járás minden általános iskolájában egy időben lesz a beiratkozás. Kedvezőtlen tapasztalatok a szervizekben, sok az elhanyagolt autó. Kedves nézőink, keddesti hírösszefoglalónkat látták, viszont a televíziók távkapcsolóit továbbra sem kell kézbe venniük szerintem, hiszen érdemes lesz velünk tartani továbbra is. Most jön a napi mozaik, amiben a központi iskola tavaszváró hangversenyéről mutatunk majd meg több részletet is. Aztán pedig a sportok szerelmeseit várjuk a képernyők elé, hiszen 7:30-kor kedd lévén ismét sportmagazin. Ma este Tóth István kollégám várja majd önöket. Szia Attila, köszöntöm a kedves nézőket. Atlétika elsősorban mezei futás, kölyök, foci, felnőtt MB2-es kézilabda, megyei elsőosztályú labdarúgás, megyei harmadosztályú labdarúgás, úszás, fitness. Tehát nagyon sok minden szerepel a mai híradásaink között. Vendégünk pedig a napokban érkezett haza Floridából a legendás Daytona 200 gyorsasági motorversenyről. Hamarosan tehát Györfi Alent köszönhetjük majd itt a stúdióba. Remélem 7:30-kor összefutunk. Köszönöm szépen a tartalomismertetőt, önöknek pedig megtisztelő figyelmüket. Ne felejtsék, hogy holnap este is friss hírekkel várjuk majd önöket 19 órától. További kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!